Start! Start elindult a nap harmadik futama, Underplay kitört a start előtt, és a mezőny nagy része sem ért föl a startautó mögé, így aztán igencsak vegyesen indult a mezőny. Azt nézem, hogy rajtuk kívül kik azok, akik viszont jó startot tudtak venni. Kolozsi László kezében hibázik, Famous Photo így kiesik, Cyprus AT viszont ott van már az élen, és vezet 2-3 hosszal, és most már szépen lassan megkezdik a zárkozást azok a lovak, akik gyengén kezdtek. Ulászló emély favorit ott van a második pozícióban, és megkezdi a zárkozást. Bin Evo is Lakatos kezében, és negyedik pozícióban viszonylag jól tartja magát útszéli Kolozsi Sándorral. Kicsit forszírozza lovát Lakatos, így Bin Evo át fogja venni a vezetést Cyprus AT-től. A lovak már az első egyenesben járnak, és szép előzés, Bin Evo az élen, mögötte második pozícióban Cyprus Evo, majd tőlük 3-4 hosszal következik Ulászlem a harmadik helyen, és megkezdi tövek között a zárkózást utonálló Károly Józseffel, és most már harcban a harmadik helyért. A verseny középső szakaszában egy kicsit talán összébb rázódik a mezőny, bár nem diktároz tempót. Bin Evo előnye nagyjából 2-3 oszt, két favorizált lóval, szemben is egy Famous Photo mellett azért Ulászló Emmet és Cyprus AT-t is lehetett favorizálni. Nos, ők ott vannak a második, harmadik pozícióban, utonálló érkezik meg melléjük, mögéjük, illetve nagyon gyenge, inkább azt mondom, hogy óvatos tartja után, Betty Evo is most már abszolút látótávolságon belül, és némi meglepetése új Derékó visszacsúszik a mezőny végére, Tesco Magic mellé elé. Egyre inkább törlődik össze a mezőny, és újabb favorit hibázik, Cyprus AT Száki a kijárat környékén hajna Tiborral, tehát a második favorittól is elbúcsúzhatunk az utolsó 700 méter kezdetén. Bin Evo egyelőre vezet, Bin Evo mögött Ulászló a meglepetése kezd fáradni, hát könnyen elképzelhető, hogy ez a futam ez komoly meglepetést hoz majd. Útonálló mögött Betty Evo zárkozik óriási lendülettel, igaz, hogy negyedik spurban, a mezőny végéről pedig talán ebben a másodpercben új Derékó is megkezdi a zárkózást. Jön most már az utolsó 600 méter, útonálló Ulászló megy visszafelé, Bin Evo megy visszafelé, és aki átveszi most már a vezetést, az nem más, mint Betty Evo. 500 méter van már csak hátra a versenyből, és a második soros Betty Evo átvette a vezető pozíciót Márton Lajossal. Mögötte úgy tűnik, hogy fáradnak a riválisok, a négyes számú utonálló is kezd fáradni, és jön az az Underico, akit Budai Attila nagyszerűen hoz, igaz a harmadik pozícióban az utolsón 3-400 méteren. A lovak most már ott vannak a befutó egyenesben, és Betty Evo még mindig vezet. Betty Evo tudja növelni az előnyét, hogyha nem történik vele valami malőr, ezt a verseny nem tudja elveszíteni. Betty Evo mögött utonálló fárad, jön a harmadik pozícióban Underico, a többiek már nem tudnak fölérni. Az utolsó 50 méteren Betty Evo bebiztosítja a győzelmet. Betty Evo fog győzni. Underico lesz majd mögötte a második, a harmadik helyezés pedig megtartja utonálló. Ez tehát a nem hivatalos befutási sorrend a Hitves díjban. A tiszteletdíjas versenyt Betty Evo nyerte Márton Lajossal.